Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Grinket is Do It Yourself, és ma egy újabb érdekes projekttel készültünk nektek, barkácsolni fogunk valamit, de mit is pontosan? Egy dohányzó asztalt, amit fémlábakkal képzeltünk el, és nagyjából egy 50x50-es méretű lesz. Ahogy mondtad, egy asztalt fogunk kivitelezni, mégpedig egy ilyen kis modern formatervezésű kis dolgot, ezt közben láthatjátok is, és úgy fogjuk elkészíteni, hogy akár egyedül is meg tudjuk csinálni, de hogyan lehetséges ez? Hát, mint tudjuk, heggeszteni nehéz dolog, de nem akkor, ha van nekünk ilyen mágnesünk. Aki figyelte az Instagram bejegyzéseinket, az láthatta, hogy kaptunk mágneseket, köztük heggesztő mágnest is. Ennek segítségével nagyon könnyen, remélhetőleg egy ember is össze tudja állítani, de most ezt kipróbáljuk. Miután összeírtuk a szabásjegyzéket, elkezdjük darabolni a zárszelvényeket. Szögbevágjuk a zárt szelvényt azért, hogy minél kevesebb dugót kelljen használni azokon a részeken, ahol ezt látni lehet. Ahogy láthatjátok, mi is használt anyagokból dolgozunk, ez nem probléma, de legalább ott csiszoljátok le jó előre, ahol majd a heggesztések fognak lenni. Mágneseinket a fém darabok összeillesztésénél használjuk. A heggesztést néhány kis pöttyel kezdjük, azért, nehogy elhúzza a vasat a mágnes ellenére is. Ha a helyzet úgy kívánja, akár többet is bevethetünk. Ne felejtsétek el, hogy ezekkel a mágnesekkel több szöget is felvehetünk, ahogy a videóban is láthatjátok, bármilyen pozícióban tudunk vele heggeszteni. Amikor az összeállításunk készen van, megerősíthetjük a varratokat. A kész varratokat lecsiszoljuk és a maradék festéket is. Ha készen van a váz, jöhet a festés. Mi most fújós festéket választottunk, de ugyanúgy lefesthetitek akár ecsettel is. Az asztallapot táblásított fenyőből készítjük, kivágtuk a megfelelő méretet és már kész is.
Ahogy láthatjátok, pillanatok alatt elkészül egy ilyen kis asztal, és valójában egy ember meg tudja ezt az egészet valósítani. Ismételjük át gyorsan a folyamatokat, hogy mi is történt pontosan. Hát igazából kerestünk egy kis fémet, ami a mi esetünkben már egyszer használatban volt. Ebből összevágtunk egy nagyjából asztalméretű konstrukciót, és hát azt hiszem, hogy egy modern, vonalvezetésű, szerintem értékes kis asztal lett belőle. Úgyhogy ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni, reméljük, hogy tetszett, a mágneseket egyébként megtaláljátok egy lenti linkben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!